Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 10 milliónál tart a gyűjtés. A Dürer nyomda is csatlakozott a koraszülött mentőautó megvásárlásához. Kenderrel is foglalkoztak. Több területen is eredményes volt a közfoglalkoztatási program Gyulán. Két kis bárány érkezett. Az előző évekhez hasonlóan idén is kihelyezték a birkasimogatót a belvárosban. A zene szeretetét tanítja. Döge Csaba részfúvós tanár nemzetközi karmesteri elismerésben részesült. A Dürer nyomda kedd délelőtti 250 ezer forintos adományával elérte a 10 millió forintot a gyűjtés. A koraszülötteket szállító mentőautó megvásárlásához nagyon sokan csatlakoztak. Ez a nap híre. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást, nagyon sok segítséget jelent nekünk, és ezzel a felajánlással egyre közelebb vagyunk a célhoz. Kedd délelőtt a Dürer nyomdában folytatódott a gyűjtés a Békés megyei koraszülött mentőautóért. Abdurrahman Abdurrab Mohamed főorvos a cég vezetőjének köszönte meg a támogatást. Fekete Viktor azt mondta, büszkén állnak egy országos szinten is jelentős kezdeményezés mellé. A Dürer nyomda 250 ezer forinttal támogatta az orvos úrék kezdeményezését. Folyamatosan követtük ennek a hírnek a hírértékét, illetve az értékeit, és úgy gondoltuk, hogy ennek a sikertörténetnek mindenféleképpen szeretnénk a részesei lenni. És ez egy korrekt összeg, azt gondolom, és büszkék vagyunk rá, hogy támogathatjuk, illetve hogy mögé álltunk egy ilyen kezdeményezésnek. A szervező alapítvány vezetője azt mondta, karácsony előtt felpörögtek az események, nagyon sok magánszemély, üzletember és szervezet segít nekik céljaik elérésében. Hétfőn Romániából érkezett a gyulai kórházba egy doktornő, és 50 ezer forintot adott. A Dürer nyomda 250 ezer forintos adományával a gyűjtés kedd délelőtt átlépte a 10 millió forintos határt. Nagyon sok szervezet, nagyon sok magánszemély csatlakozott a kezdeményezéshez. Az egyik kiemelkedő támogatónk a Dürer nyomda, és azért vagyunk a mai napon itt, nagy támogatást adtak nekünk, és ezzel a nagy lelkűséggel egyre közelebb vagyunk a célhoz. A program célja az, hogy Békés megyében is legyen koraszülötteket szállító mentőautó. Első lépésként ehhez 25 millió forintot szeretnének összegyűjteni, ebből tudják majd megvenni a gépkocsit. Erre, ha minden a tervek szerint alakul, akár már a jövő év elején sor kerülhet. Ezután tovább folytatják a kezdeményezést, és lépésenként veszik majd meg a következő 25 millió forintból a berendezéseket. Több területen is eredményes volt a közfoglalkoztatás Gyulán. A járdalapos járdák megújítása, a paprika termesztése és feldolgozása, valamint a virágosítás mellett idén Kenderrel is foglalkoztak. A gyulavári Bai iskola diákjai adtak műsort a közfoglalkoztatásban résztvevők karácsonyi ünnepségén a városi sportcsarnokban. A kedd délutáni eseményen közel 200-an vettek részt. A létszám nagyjából egész évben így alakult, kisebb-nagyobb személyi változásokkal. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek köszönhetjük többek között, hogy a városunk szép és tiszta és virágos, illetve nekik köszönhetjük, hogy a járdáink meg tudnak újulni, a járdalapos járdáink meg tudnak újulni, hiszen járdalapokat készítenek, illetve a járólapokat ők maguk is helyezik le. Emellett a mezőgazdasági programban is részt vettek. Ez évben szintén folytattuk a paprika termesztést, illetve feldolgozást, illetve az idei évben elkezdtük a kender termesztési programot, amiben kendermagot tudtunk termeszteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az évünk is határozottan sikeres volt. A mai elég arra is fogod, hogy megköszönjük önöknek azt a munkát, amit ebben az évben gyulavárosáért végeztek. A város nevében Görgényi Ernő polgármester egy ebéddel és Erzsébet utalvánnyal köszönte meg az egész éves munkát. Kiemelte, a közfoglalkoztatás már nem annyira az álláskeresők számának csökkentésére irányul, sokkal inkább lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat bizonyos közszolgáltatásokat el tudjon végezni. 6 évvel ezelőtt még jelentős volt az álláskeresők száma a Gyulán, bár az országos átlagnál akkor is sokkal alacsonyabb volt, mára már viszont inkább munkaerő hiány lépett fel a városba, szakember hiányról panaszkodnak a vállalkozások, a gyulai vállalatok, így megállapítható, hogy lassan már az jelent nekünk nehézséget, hogy elegendő számú közfoglalkoztatottat tudjunk munkába állítani, annak érdekében, hogy szép legyen a város, és hogy az ide érkező vendégek és a gyulaiak egyaránt jól érezzék magukat. A
közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a nyílt munkaerőpiac folyamatosan felszívja az itt dolgozókat, vagyis ez a foglalkoztatási forma sikeresen tölti be az ugródeszka szerepét. Az előző évekhez hasonlóan idén is kihelyezték a birkasimogatót a Harukken téren. Az állatokat december 30-áig lehet látogatni a belvárosi nagy templomban szemben. Idén két kisbárány is várja a simogatókat. Már az első napokban rengeteg járókelő kereste fel a birkasimogatót. A gyerekek és felnőttek is örömmel fogadták a krisztusi áldozatot jelképező állatokat. És a gyerekeket látom most is, hogy elhozzák a szülők, és hallom, hogy elmondják, hogy miért vannak itt a bárányok, miért van itt a Betlehem, mit keresnek a bárányok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt csak üdvözölni lehet. Én naponta eljövök itt többször, évről évre is mindig megnézem őket, szememmel megsimogatom őket, és nagyon örülök neki, sőt még beszéltük itt a barátainkkal, hogy reméljük, hogy éjszaka is felvigyáznak rájuk, nehogy esetleg valaki gorosz, rossz szellemek elvigyék őket, de hát remélem erre nem kerül sor ebben az ünnepi szeretet időszakban. A bárányok a hétvégén érkeztek a Harukken téri birkasimogatóba. Az állatok december 30-áig látogathatók itt. Varga Attila vállalkozó támogatásával kerültek ismét ide hozzánk ki a Harukken térre a bárányok. Ez már évek óta hagyomány, hogy egy kis karácsonyi hangulatot próbálunk ide csempészni a Harukken térre, ami szerintem ismét nagyon hangulatosra sikeredett. Varga Attila barátunk még kisbárányokkal is megörvendeztetett minket idén karácsonykor. A bárányokat a tulajdonos minden nap ellátja megfelelő mennyiségű élelemmel, ezért a lakosságot arra kéri, hogy lehetőleg tartózkodjanak az állatok etetésétől. Döge Csaba, a Gyulai Zeneiskola részfúvós tanára szeptember elején nemzetközi karmesteri elismerésben részesült. Ennek apropóján beszélgettünk vele a Kézjegyben zenei pályafutásáról, és bepillantást nyerhettünk egy tanórájába, ahol a zene szeretetére tanítja a fiatalokat. Kiemelt pontszámmal első helyezést ért el Döge Csaba, a Körösparti Vasutas koncertfúvó zenekar szakmai vezetője a december első hétvégéjén Szegeden megrendezett nemzetközi fúvó karmesteri versenyen. A karmester pályája szerte ágazó, hiszen a zenekar vezetése mellett a Gyulai Zeneiskolában oktatja a részfúvós hangszereket immár 17 éve. Ezeket csak kicsit jobban lát, csak sokkal lágyabbra kell lát. Jó? Oké? Tanítványai elismeréssel és szeretettel beszélnek róla, mivel a próbákon kívül is lehet rá számítani. Amikor például különböző fellépések vannak, nyáron régebben például sokszor mentünk táborokba, tehát szánt ránk sok időt a szabadidejéből is, ugye. Döge Csaba zenekarokat vezényelni csökmön kezdett, autodidakta módon tanulta meg ennek a mesterségnek az alapjait. Később azonban szerette volna jobban elmélyíteni tudását ezen a területen, ezért Szegeden beiratkozott karmester szakra. A versenyre egyetemi tanárai bíztatására nevezett be. Úgy történt a verseny, hogy ugye az egyetemnek van egy professzionális zenekara, ugye egyetemistákból áll, és akkor az ember bement, és borítékban volt a két műnek a címe, ki kellett húzni az egyiket, kaptunk 20 percet készülni a zenekarral, és majd utána koncertszeren el kellett adni a hattagú nemzetközi zsűri előtt. A zenész fő céljának azt tekinti, hogy közönségének és tanítványainak is átadja a zene iránti szeretetet és alázatot. Az 1956. december 17-i gyulai sortűzelőt tisztelegve avattak emléktáblát a rendőrkapitányság épülete előtt. Rövid hírek következnek.
sortűz hangjaival vette kezdetét a gyulai rendőrkapitányság előtt az 1956. december 17-i események tiszteletére rendezett megemlékezés. Ezen a napon a szovjet katonák kíséretében érkező karhatalmisták sortüzet adtak le az utolsó gyulai tömegtüntetés résztvevői ellen, melyben hárman megsebesültek a Gellert kapott lövedékek miatt. Márai Sándor Mennyből az Angyal című versét Bálint Gergő szavalta el, majd Görgényi Ernő emlékezett a december 17-i gyulai eseményekre, rámutatva, hogy sokan hajlamosak elfeledkezni arról, hogy november 4-én korán sem ért véget a forradalom, hiába próbálta a hatalom ezt úgy beállítani. A beszédet követően a város vezetése leplezte le a Csőke Péter által készített emléktáblát, melyen az akkori eseményeket örökítették meg. A tábla megkoszorúzása után a rendezvény a szózat hangjaival fejeződött be. Szakmai konferenciával emlékeztek Kohán György halálának 50 éves évfordulója alkalmából arról elnevezett képtárban. A tanácskozás résztvevői a művész munkássága mellett magánéletéről is sokat megtudhattak, de szó volt stílusáról és kedvenc témáiról is. A művész hagyatéka még 1996-ban került a város tulajdonába. A szervezők egyik legfontosabb célja megőrizni és ápolni ezt az értéket, ezzel is növelve Kohán elismertségét. Kohán György párhuzamosan használta a technikákat, korai műveiben erős a szimbolizmus, alakjai utalásosak, magukban néznek. A Gyulai Erkel Ferenc Kulturális Kft. Kiemelt feladatának érzi, hogy minél több emberhez eljusson a művészete. A mai konferencia szememben több, mint egyszerű szakmai találkozó. Újabb lépés lehet Kohán és az alföldi festők művészetét felemelő céljainkhoz. A kiállítás megnyitó Durkó Károly hangsúlyozta, bár Kohán nem sikerült elfogadtatni a 20. századi legjobb festők között, de Hódmezővásárhely és Gyula ismerte és ápolta örökségét. A Kohánról szóló konferencia Ibos Éva művészettörténész tárlat vezetésével és egy szakmai látogatással fejeződött be az Almási kastélyban. Bakné Kocsis Beáta hegedűjátéka teremtett hangulatot a Megmentett Kohán képek című kiállítás péntek délutáni megnyitójához. A valódi érték az itt van. Egy ilyen gyűjteményes tárlatnak nagy jelentősége van, emelte ki Gyöpös Viktória festő-restaurátor. Az értékmentő munka kezdeteire Kónya István alpolgármester emlékezett. Körülbelül egy éve több száz festményt és színes grafikát néztek meg, és válogatták ki közülük azt a 26 képet, melyet restauráltak, és bemutatnak a közönség számára. A program a Kohán György Alapítvány kuratóriuma által meghirdetett gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével zárult, a tárlat képei egészen február 12-ig látogathatók. Ide figyelj, Joe! Ha vacsorád nincs minden este, persze pontossággal az asztalon, az még nem azt jelenti, hogy lezuhant a font, vagy hogy összedőlt a világ. Willy Russell, Shirley Valentine című komédiáját láthatták a napokban az érdeklődők a Gyulai Várszínház kamaratermében. Az egyszemélyes darab főszereplője egy középkorú, elhanyagolt liverpooli háziasszony, aki egy sivár kiüresedett házasságban, klasszikus páros magányban tölti egyhangú mindennapjait, egy unalmas munka, egy önző család és hasonlóan önző barátok háromszögében. A Shirley Valentine az 1988-as londoni ősbemutató óta színdarabban és amerikai filmben is bejárta a világot. Shirley Valentine-t játszó Vándor Évát a színházi és televíziós szerepek mellett ismert filmek, sorozatok szinkronhangjaiként is ismerheti az ország. A 2009. december 30-a óta játszott előadás gyulai állomása a 99. volt a sorban. December 30-án pedig a jubileumi századikat a budapesti József Attila Színház stúdiójában tekinthetik meg a színház kedvelői. Mire megyek a logikával egy házasságban? A házasság olyan, mint a Közel-Kelet. Hm? Nincs rá megoldás. Szombat délelőtt 8 közlekedési baleset történt a megyében, a rendőrség óvatosságra inti a közlekedőket.
Szombaton a csúszós utakon baleset történt, ezeken három ember sérült meg, Gyula és Elek között egy személyautó borult árokba. Az utak csúszósak, ezért a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy az útviszonyoknak megfelelően a megengedetnél lassabban közlekedjenek. Kerüljék a hirtelen irányváltoztatást, fékezést. Ha nincs téli gumiabroncs a járművükön, ne induljanak útnak. Inkább tömegközlekedéssel próbálják meg elérni úti céljukat. A kerékpárosokat arra kérik, hogy ha erősen csúszós, jeges útszakaszhoz érnek, a balesetek elkerülése érdekében inkább szálljanak le a kerékpárról. A klasszikus karácsonyi sütemények között a beigli szinte minden család asztalán megtalálható az ünnepek alatt. A tészta közé azonban többféle ízesítés is kerülhet az édességbe. Mák és dió. Hagyományosan ezek a töltelékek kerülnek a beiglibe. Önöknél melyik a kedvenc? A klasszikus beiglit szoktuk készíteni. Tehát mákos, diós? Igen, diós mákosa. És sose volt még, hogy valami másfél? Nem, nem. Ez a klasszikus, ez vált be nálunk. A klasszikust, a diós mákost. És másfél évvel nem is szokott próbálni? Hát ha majd ilyen mézes apró sütemény csinálok. Ó, mákos, diós, akkor csokisat imádjuk. Úgyhogy sütünk mézes kalácsot is, ugye a családdal együtt. És beigliből így újítani nem szoktatok? Hát mindig találok valami új receptet a neten, úgyhogy mindig frissen úgy nézni szoktam. Útra keltek az utolsó madárfajok, kedvezőbb körülmények között árulhatnak a békési piacon. Lapszemle következik. Piacbarát lépések Békésen. Jövő évtől jóval kedvezőbb feltételek mellett árusíthatnak a békési piacon a termelők, az őstermelők és a kereskedők, írta a békésváros.hu. Az éves asztalbérleti díjat ugyan emelték, de a napi helypénz megfizetését eltörölték. Ezzel az érintettek éves szinten jelentős összeget tudnak majd spórolni. Új öltözőt alakítanak ki. Az OMTK Ule sportcentrumában újabb beruházások valósulnak meg. Az Oroskafé azt írta, ezúttal egy elhagyatott épületben alakítanak ki több öltözőt. A várhatóan tavasz közepére befejeződő beruházás főösszege 35 millió forint. Útra keltek az utolsó madárfajok. A lehűléssel párhuzamosan nagyon sok madárfaj távozott a Kárpát-medencéből, írta a kmnp.hu. A Körösmaros Nemzeti Park tájairól is eltűntek már a bíbicek, seregélyek, pajzsos cankók és más vonuló madarak. Kész a Szegedi Biblia. Elkészült a Szegedi kézzel másolt Biblia hasonmás kiadása, írta a Magyar Kurír. A 10. kötet megjelenésével elkészült a hasonmás kiadás a szegedi kézírásos biblia másolatról, mely készítésében több mint 5000-en vettek részt. Tájékoztatta Benyik György biblikus tanár az MT-t. Szerdára sem ígérkezik számottevő változás, marad a ködös hideg idő. Csütörtökön árnyalatnyit emelkedik a hőmérséklet, érdemi csapadék híján minimális a fehér karácsony esélye. Szerdára sem ígérkezik számottevő változás az időjárásban. Megmarad a szürke kötfelhőzet, gyenge szitálás, hószálingózás vagy ónos szitálás bárhol és bármikor előfordulhat. Így ebben a térségben is számítani kell rá. Jelentős csapadéktól azonban nem kell tartani. A hőmérséklet az éjszakai -4 foktól kora délutánra 0 fokig emelkedik. Csütörtökön nem számíthatunk jelentősebb változásra, marad a szürke, ködös, borongós, hideg időjárás, gyenge légmozgással. Szitálás, ónos szitálás, valamint hószálingózás továbbra is sokfelé előfordul időszakosan és elszórtan. A hőmérséklet -3 és 0 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. 10 milliónál tart a gyűjtés. A Dürer nyomda is csatlakozott a koraszülött mentőautó megvásárlásához. Kenderrel is foglalkoztak. Több területen is eredményes volt a közfoglalkoztatási program Gyulán. Két kis bárány érkezett. Az előző évekhez hasonlóan idén is kihelyezték a birkasimogatót a belvárosban. A zene szeretetét tanítja. Döge Csaba részfúvós tanár nemzetközi karmesteri elismerésben részesült. A Gyula TV híradóját látták, most a kézjegy következik Döge Csabával, utána a pódiumot láthatják. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!